Hello mindenkinek! Te meg ne lövöldözzé! Erbit vagyok, és hát Ghost Recon online-ozni szeretnék egy haverommal, aki ő, igen, ez a Shamal, ez a Szigon Shamal, vele szeretnék Ghost Recon online-ozni. Hát a játék az olyan, tesoré, a játék, várjunk itt, úgyis mindjárt kezdődik újra. Szóval a játék az olyan, hogy ez nem ilyen kód típusú játék, hogy futsz előre, szétlősz mindenkit, akit látsz, csá, hanem taktikás, bujkálni kell, mint például itt is, lehet így szépen bujkálni, na, kezdhetjük. Szóval szépen bujkálni kell, stb. És taktikával kell megölni végül is az ellenséget. Most bemegyek a metróba. Vigyázzás, sokan vannak. Fejem mellé kaptam már egy golyót. Na, és szóval, hogy így... Na, például most nem voltam elbújva, mindjárt hagyom is. Majdnem. De van már egy killem. Meg neki is, mert fejből a sniper, de... Hát, ja. Vannak ezek a tipikus kemperek, akik kihasználják a játéknak azt a részét, hogy munkálni kell. Na de, nyomuljunk előre, C-t kell foglalni. Hajrá! És mindjárt elfoglalják. Shamal. Mi van? A gyerünk. Hát én halott vagyok. Ja, akkor te várja még. Itt vagyok. Ez gyors volt. Tölj már meg! Hát nem hiszem el. Az mi? Szétlőttem a gyerek, ezt nem döglött meg. Mi? És ez mi? Ez honnan lőtt le? Ja, mellőlem. Oké, nagyon jó. De honnan megint gyönyörű védekezés. Általában engem is hátulról szednek le. Ilyen nincs büdös picsába kerülnek meg én. Egyébként ezt a játékot már az új gépemmel teszem fel. Szóval minden full draft, meg stb. Van két HP-n. Nem 140. Aha. Én se kettővel kezdtem. Én 140-nel kezdtem. Viszont ott megy egy fájt, ha jól látom. Ott egy feladat. Akit le is szedtem, mint állat. Meg gondolom valaki már beleabált. Meg csak így szépen belelőttem egyet, telibe kaptam a gyereket. Lehet én voltam, egy gyereket fejbe lőttem. Hoppa, ez nagy fej. Kettő ellen. Bátor kis fegyver. Hello. Az gecérű is fegyver. Mi a kis fegyver? Aha. De vigyázz, mert ott van lent a gyerek. Mert hogy ott a metró jár... Ó, micsodába. Járó, micsodába. Hát ahol megy a metró, na a sín. Igen, a sínnek nevezik. Nem baj, elnézem neked. Kus legyen. Leégetsz a nézőivel. Jaj. Azt a kurva, hogy fejbe kaptak. Nem baj, én vagyok eddig még az első mi csapatunkban, 650 pontja. Bár a másik csapatban 950 ponttal. De én ezt nem értem. A másik csapatban minden kurva jókat beosztott, a legjobb játékosokat hozzánk, hogy beosztotta a sok fost. Azt én, szarjátékosként én vagyok az első az. Hát mi ez már? Azok azt hittem, nekem meg eltűnt a célzó a fegyveremről, mert előbb nem kapcsolt be. Ezért haltam meg. Pedig nem is jártam a metrón, hogy lelopják. Azok mindenhol bujkálnak. És metrón megyek. Na ne! Ne! Egy életet a kocsodnak!
Ilyen nincsen. De ne. Jó, hallod? Megütöm most, komolyan mondom. Legüssen, komolyan mondjam. Nyugodtan. Akkor megütöm. Szarul érzem itt egyedül magamat. Én foglalok egyedül is így. Picit szar. Zénia, de úgy látom vigyáz rám a gyerek. Ez pontosabban fedez. Azt a rohadt! Most én erre komolyan számítottam? Vigyázz, öcsi, mert téged is tenni meghaltam. És nem, és leszett. Hallod? Tud valami. Tögölj már meg! Maradt. 140 élet, amikor kétszer telibe találtam. Érdekes. Érdekes. Nekem alapból van. De gyereknek is annyi van alapból. Csak kétszer lőttem telibe. Kapott két hatchetet. És maradt. Viszont, de én vagyok az a hatchet nem igazán. Rohadjatok meg, váltok kis pisztolyra. Veszélyesen. Régen mindig az, hogy láthatatlanság meg kis pisztoly. Magány voltam. Magány cigány gyerek voltam. Gyerek, ne legyél már ilyen rajt. A klubis van nyáltuk. Engem is. Bazd meg! Jobbra néztem, az balról előtt. Hát nézzél balra, bazd. Jó, most már mondhatod. Tanuld meg, hogy nem jobbra kell nézni, hanem balra. Bazzik, belenyomtam a izé. Alapszabályokat nem tudsz, hogy nem jobbra kell nézni, hanem balra. Hát ja. Hogy én hátulra szeregettem le az ellenségeket, mint állat. Jó, tett ez. Én is úgy szoktam. Látom. Oké, leszetted le? Ja, leszetted le. Köszönöm. Gépstuk erre, nem sok esélyen volt. Itt vagyok, mint pont. Megötted. Én nyomulok tovább. Én is. Sineken futok. Aha, ott egy gyerek. Hol? Hát nem is egy. Mindegy, eltűntem. Egy. Kettő kint. Oké, megöltem. Nincs benne sem kicsit. Foglaljuk szépen ezt. Hát ja. Csak az a baj, ezek jönni fognak ám. Ott egy kemper. Kill assist, szép volt. Bazd meg. Nem értek. Engem is. És jönnek, mint állat. Igen? Egyiket lábon lőttem. Lófáf engem, meg telibe lőttek, ott a gyerek. Nem volt meg! 19 élete maradt. Ott támaszkodik az egyik osztoknak. Bazzik, nem ennek akartam megtámaszkodni. Oké, én öltem egy gyereket. Á, és leszettek! Cét nem igazán bírjuk befoglalni. Hát ez ilyen nagy csatatér. Battlefield. A csatatér. Ja. Na hajrá, respawn. Space. De van 1700 pontjom. Az jó. Kizadtam egy még egy kempet. Nem, foglaljuk vissza a cét, gyerekek! Én ott vagyok. Én meg most futok oda. Bazdmeg leütöttek a pajzsal. Jó van, nem... Á, de, baj. Akartam mondani, hogy nem baj, de baj. Hát most... Szarám, bazdmeg, múltkor láthatatlan beleütött a gyerek. Elment fölöttem, én meg hátba izé szétszedtem. És elveszett. Hát ez még visszahozható, még van egy rólunk. Én lettem a legjobb, hogy az egész ilyen? Nem, ez a szervezni. Meg is jobb.
Korkoló, vagy kolorró. Itt az ellenség csapatával. Csak az első négy. Ja, nem elég az. A bazugott milyen játékosok vannak. Mondta, beosztja a legjobban. Azaz. Na, most el kell foglalni. Mi vagyunk itt a foglalni. Csúszok a lépcsőn. Szükségem arra. Hú, bazd meg, ezek itt vannak. Látom, hogy nagyba bekapcsoltad a vizét. Aha, egy kint. Hát a másik leütött. Nem lesz jó. Figyelj már, segíts már. Mi hol vagyok? Akkor ne segíts. Megint. Hol vagyok? Mindig. Na, mi van? El tudjuk függeni. Bazd meg. De hogy ölt meg, mikor én se látom? Nem bírom eltalálni, ő meg bezzeg eltalál. Jó van már. Ez nem jó. Csalni csúnya dolog. Nem hiszem el, nem hiszem el! Kifogytam töltényileg. Gyerek meg nézi, hogy meghalok. Kösz, nice team. Azért mekkora geci, leüt a pajzsába, aztán AK-val agyongol a földön. Nincs ebbe tisztelet, legalább felsegíthetne. Ja, persze. Nem. De. Adott egy kis töltényt. Legyen ferra. Ez a nagy akciónak kiszint. Én megkaptam egy headshotot. Én se. Nem baj. Lesz egy egyszerű. Durrában hangzik. Egyébként jó. Azért kell azt mondani. De nincs pontom. Te vagy az első, hogy rohadjál meg. Mindjárt. Rohadjál meg. Nem hiszem el. Már le sem tudok futni úgy a lépcső, hogy ne halljak meg. Amarról jönni sokkal jobb, nem? Tisz. Lehet logikusabb döntést lenne. De már itt. Mi, amarról is vannak. Nem vannak. Rahat oroszok. Annyian vannak, mint az oroszok. Jövök veled. Csak sok értelme nem lesz. Szarba vagyunk, én eltűnök téged, meg megölnek, jó? Ne. Ez nem jó ötlet. Ne akadj be, nyar. Samál eltűnik. Samált kilőtték. Az bűröm, mikor láthatatlan vagyok, és egyszer csak így átmegy rajtam egy lézer, és már jön is utána a golyó. 136 damage, van 100 életem. Miért kínoznak? Lelőttek, pedig leütöttem egy gyereket izével. Pajzsa. Ez jó. Múlt agyon vertem egy gyereket a pisztolyommal. Ja, azt tudtad, hogy lehet benne ütni? Görgővel. Görgőt lenyomod. Őt már igaz. Kis pisztoly meg van is. Jó, az csébe is szerettem. Meg a két kis pisztolyt. Szompolygók. Ne szompolygják. Vigyázz, mert ott van pont ellen. Hát azt már nem értem. Tényleg! Ezért pont be akartam oda dobni a gránátot, ahol állnak. Megijedtél Residence-től. Time out it. Te jó! Megint befoglalták a miénk. Mi meg neki? Azt bírom, hogy az előttem lévő gyereket nem szedik ki, csak engem. Mi ebben a logika? Miért mindig engem? Why always me? Leszettem egy pajzsú gyereket. Jó, bocs. Nálunk a legjobbnak van 550 pontja, náluk meg 1500.
Van egy kis különbség. Jó. Plusz szétlődök egy üdítő automatát. Nem, nálunk 800 pont van a legjobban. Ja. Megszedte magát. A kis telehetetlen. Hoppá, 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 hoppá. Durvulás van, a sniperek kövőzik egymást. Csak nem látni belőle semmit, csak azt, hogy így hallnak még az emberek, bazeg. Ezt meg mit kaptam? Ezt a izé, ezt nukleáris gránátot. Oszta. Én telibe kaptam egy nukleáris gránátot és meghaltam. Figyelj, 2 dimis, 4 dimis, 10 dimis, 8 dimis, 11, 36, 46. Egy nukleáris gránát, az valószínűleg megöl. De tényleg ez itt tök jó nézni, ez ilyen emberek csatáját, csak így nem látni sem. Csak azt, hogy így est, csak azt, hogy így esnek az emberek, mint állat. Ez mi a szar? Volt mellettem valaki? Ja nem, gránát, kösz. Olyan, de gránátnak ne nézd a fogat. Neked se, hogyha eltalál. Fejed sincs. De nézd be itt milyen vagány. Ilyen fegyverkiállítás. Mert itt áll a csávó ilyen tök vagányan egy minigun mellett, akkor itt egy sniperes csóka. Itt van egy másik ilyen valamivel. Sem állt a hinden. Halott. Akkor majd megnézed egyszer. Na láttam már. Voltam ezen a pályán. Várjál, mert itt van valami más. Vágj. De egyébként ez a játék mikor játszik, ez ilyen jövőbe vagy nem, mi? Nem túl távol a jövőbe, ja. Mert hogy a fegyverek ugyanazok, de nem igazán hiszem, hogy mostanában az emberek el fognak tűnni. Mármint, hogy el tudnak tűnni. Tudom, mert jövő héten bejelentik, hogy eltűnt egy ember. Hát jó, már több ember is eltűnt. Csak nem úgy, hogy... Ott állt valaki előtt is eltűnt, hanem eltűnt. Eltűnt. Eltűnt egy eltűnt ember. Az a menő. Én hittem, hogy kurvára el vagyok, ugrándozok itt össze-vissza a kocsik között. Vannak benne kocsi. Azt sem tudtam, hogy ezen a pályán van kocsi. Nem azért, de ezek nagyon durván bekempelték magukat. Nem fölösleges, mert tulajdonképpen alig, én egy élettel jutottam le a lépcsőn. Mert olyan campsor, vagy olyan snack. Na. Egyszer már sikerült lecsúsznom. Egyszer kerülnék mögé, azok olyan félrontást rendeznék, hogy... Nesze, megmaradt mind a 140 életem, és leütöttem a lépcsőn. Sőt, még nyomulok tovább is, előre. Törjünk előre, gyerekek! Melyik lépcs? Na hát nekem maradt 60 életem is, látlak. Itt van egy kemper, azt szúrtam. Ajjajajajá! What the fuck? Itt volt a lábunknál egy. Leszettem egy gyerekek, 600 ponton van. Én is összettem egyet. Nem 300. Hát a fele. Gyeretek egy cicce. És leszel... Na elbasztom, mert kis... Kemper. Szia magány. Kemper. Kömpör. Kömpör, ja. Kömpör. Fogis. Ja, jó kis magyarosan. Van persze. Ez más. Kömpöcön van egy több tehén lakik, mint ember. Ez tényleg így van, erő. Jó tudni. Ez a nukleáris gránát idegesít, nem látok tőle semmit. Nem kempelsz? Köcsön. Mert kempel. Kempel.
Kempelek. Bozd meg, hát ketten állnak egy osztottnál. Basszom, lehet váltani ki a snipe. Nem tudom, hogy kell sniperrel bánni. Egy oszlopnál volt a lüpke. Három. Nem tudom, mi van itt. Igen, de jó nekem. Négy. Valami. Valahova négy. Anyádba menjél. Visszamenjél. No, azért mondom, hogy nekem izé sniperre kell nyomatnom, már volt egy killembe. Kikempelem a kempeleket, kempereket. Gyere, még egy kicsit lejjebb kéne szaladni. Nem megy a halál. De én itt vagyok, de én nem látok senkit. Adok neked három. Szaladom. Jó van, most már. Hoppa! Hallod már mindegy, engem sögöltek. Hallod, most ezért menjek komolyan le, hogy megöljenek. Ne egyedül halljak már meg. Jó, bocs. Fejébazi nem mernek jönni. De! Baszd meg! Károtek szólalom! Itt vannak. Törnök befelé, mi? Aha, feljebb jöttek. Feljött egy három darab a lépcső. De engem ne szedtek. 8-ek van. Ezt hát, már megint buktuk. Valahogy mindig vesztünk. De mindig a legnehezebbeket lakítok. Hát ezt is szoktuk. Picikét szoktuk. Most nem lettem csillagos. Most csillagos lettél, he? Ezt nem vágom, hogy miért van. Na jó van. Azért nem annyira kaptunk ki. Na figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, nyomjatok rám egy feliratkozást. Szevasztok!